Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, kedves televíziónézők! A tudomány szüntelen előrehaladás eltörli saját eredményeit. Termékeny törlések. A tudomány létra, a költészet szárnyalás. A művészet remekei örökké valóak. Dante nem törli el Homéroszt. Viktor Hugo gondolataival a kezdetét veszi a 12. fehérvári versünnep döntője. Azt hiszem, nem tudnánk jobban megfogalmazni, hogy mit is jelent a tehetséggondozó program, hiszen abban mindannyian egyetérthetünk, hogy mindig megtapasztalhatjuk a szárnyalást a versünnep kapcsán. Immár 12. alkalommal lehetünk együtt a fehérvári versünnepen. A döntő során 8-an lépnek majd színpadra. A zsűri tagjait már is bemutatjuk önöknek. A zsűri elnöke a Kossuth és Jászai Mari díjas érdemes művész, Kubik Anna. A zsűri tagjai. Závodszky Noémi színművész, a Vörös Marti Színház tagja. Nárai Szabó Lívia pedagógus, a Székesfehérvári Egyházmegye képviseletében. Bobori Zoltán költő, író, előadó művész, a Vörös Marti Társaság elnöke. Valamint a Fehérvár Média Centrum képviseletében Vakler Lajos, Penna Régia díjas újságíró. A 12. fehérvári versünnep fővédnökei Spányi Antal, székesfehérvári megyés püspök. Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere. Felkérném a Székesfehérvári Egyházmegye képviseletében Spányi Antal megyés püspököt, ossza meg ünnepi gondolatait. Tisztelettel köszöntöm a zsűri tagjait és polgármester urat, mindnyájukat, akik itt vannak, és természetesen azokat a fiatalokat, akik néhány perc múlva előállnak, és elmondják azokat a szavakat, verseket, tolmácsolják azokat a gondolatokat, amelyek belőlük fakadnak, amelyekre rezonált szívük és lelkük, fiatal életük gazdagsága. 1911-ben Babits Mihály verse megjelent a Nyugatban Babona Varázs címmel, és ebben írja azt a sokat idézett és nyilván mindenki előtt ismert mondatot, ki méltó a csodát látni, az a csodát magában hordja. A világunk sokszor szürkének tűnik, sokszor úgy látjuk, hogy hiányoznak a csodák. A csodákat lerángattuk, a csodákat besároztuk, a csodákat kidobáltuk, és aztán szürke lett az életünk, szürke lett a szívünk. Megelégettünk a csodák szemlélése helyett különböző elektronikus szerkezetek által nyújtott, a világtól bennünket fülünk betapasztása által elzáró, valamiféle mesterséges művilággal. Amikor versekkel találkozunk, akkor csodákkal találkozunk. A versek valamit hoznak nekünk, amivel megajándékoznak bennünket. Egy másféle látásmód, valaminek a fölragyogtatása és megmutatása, ami mellett talán a kevésbé ihletett ember elment volna észrevétlen. Ma arra készülünk, hogy ajándékokat kapunk. A fiatalok ajándékoznak meg bennünket, költők, igazi emberek által megélt csodákkal, hozzátéve a maguk ihletét, a maguk ajándékát. Kívánom, hogy egy jó vers elmondása, azt hiszem mindig egy kis csoda, hogy éljék meg ezt a csodát a fiatalok, és éljük meg minnyájan azt a csodát, amelyben befogadhatjuk, amit ők nyújtanak nekünk. Kívánok szép, lelket, szíved gazdagító órákat, szép versünnepet. Köszönöm.
Köszönjük Püspök atya szavait. A város képviseletében Cserpalkovics András polgármester urat felkérném, hogy köszöntse a rendezvény résztvevőit és kedves vendégeit. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök én is itt mindenkit, külön természetesen Püspök urat. Köszönjük szépen, hogy ismét befogadta a versünnepet ebbe a gyönyörű épületbe, ami a közösségről, a kultúráról, kulturális értékekről is szól, és városunk kulturális életének azt hiszem, hogy meghatározó része már ma a versünnep. Tisztelettel köszöntöm a zsűri tagjait, köszönöm szépen, hogy ismét így együtt lehetünk, és ezt a egészen biztos előre megjósolhatóan nem könnyű feladatot ismét fölvállalták. Emellett azt hiszem, hogy nagyon szép feladat is. Köszöntök mindenkit, akivel hosszú évek óta dolgozunk itt is és Székelyföldön is együtt, hogy egy igazi mozgalmat tudjunk kialakítani. Ki itt van most velünk, és ki hitünk szerint valahonnan egy nagyon szép helyről figyeli ma ezt a versünnepet. Püspök úr a csodáról beszélt, hogy a csodák bennünk vannak, és hogy ajándékokat kapunk majd a fiataloktól, ez egészen biztos, hogy így fog történni. Én még egy kis fogalmat hoznék ide, a mosolyt, mert hogy van okunk mosolyogni. Van okunk, mert hogy újra itt lehetünk együtt. Két év szünet után van lehetőségünk újra találkozni, és ez jól mutatja nekünk, hogy igenis van minek örülni az életben, és meg kell tudnunk állni egy pillanatra, és tudnunk kell mosolyogni azon, hogy élünk, hogy együtt vagyunk, hogy közösséget alkotunk, és hogy ezeket a csodákat majd átvehetjük ezektől a fiataloktól. Mosolyogjunk, mert mi ezt békességben tehetjük meg. Egy-két évvel ezelőtt ez nem lett volna egy különösebben értelmes mondat így Európában, most viszont különös értelmet nyert, sajnos. És fontos ezzel arra visszaemlékezni, hiszen verseink, költeményeink, prózai csodáink egy része is kötődik a háborúhoz, és kötődik a háború és a béke kérdéseihez. Mi itt lehetünk, békességben hallgathatjuk meg ezeket a fiatalokat. Van tehát miért mosolyognunk, miközben fájó szívvel gondolunk azokra, akik ezt békességben ma nem tehetik meg. Mosolyogjunk azért, mert ez a hétvége itt a belvárosban is a gyermekeké és a fiataloké. Nem csak a versünnepet indítjuk most el, hanem pár perc múlva a hetet-hét játékfesztivált is, és gyakorlatilag átadjuk a számunkra legfontosabbaknak, a gyermekeknek, a fiataloknak a belvárosunkat, ahogy képletesen ezt az épületet is. És mosolyogjunk, mert biztos, hogy nagyon tehetséges, nagyon ügyes, nagyon bátor fiatalokkal fogunk itt találkozni, akik készülnek ki nem csak néhány hete, hanem szinte két éve arra, hogy végre a döntőben ide léphessen erre a színpadra. Mosolyogjunk, mert olyan intézményeink, szervezeteink vannak, akik képesek egy ilyen rendezvényt megszervezni, köszönet nekik. Van egy színházunk művészekkel, akik segítik a fiatalokat. Ez mind-mind olyan dolog, amiért érdemes mosolyognunk, és érdemes az életnek ezt a szép oldalát nézni, és hát kíváncsian várni, hogy milyen versekkel és hogyan készültek nekünk ma a fiatalok, akiknek ezúton is azt hiszem mindannyiunk nevében kívánhatunk nagyon sok sikert, szorítunk értük. Könnyen mondanám, de az izgalmat átvennénk tőlük, ők csak élvezzék, legalább remélem, hogy így lesz, hiszen a célunk valójában tényleg semmi más, mint mosoly. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönjük polgármester úr gondolatait, megkülönböztetett tisztelettel köszöntjük Mészáros Attila alpolgármester urat. Mihály Magdolnát, a székelyföldi Varga Sándor verstábor háziasszonyát, Varga Sándor özvegyét, valamint lányát, Annát, köszöntjük Fehér Ilonát, a csíkpálfalvi Márton Ferenc általános iskola igazgatóját, és Szilágyi Zsoltot, aki maga is részt vett korábban a versünnepen, és azóta is segíti a diákok felkészülését nyaranta. Köszöntjük Hagymási Andrást, a Fehérvár Média Centrum ügyvezető igazgatóját, valamint támogatónkat, a Széphőz ZRT vezérigazgatóját, Szauter Ákost, és természetesen köszönjük a Vörösmarty Színház művészeinek a munkáját, akik mentorként segítették a diákok felkészülését. Megemlíteném Tóth Ildikót, Varga Gabriellát, Váradi Eszter Sárát, Kozári Ferencet és Juhász Illést. Természetesen nagy szeretettel köszöntjük a versenyzőket, akik már a pihenőszobában várják, hogy színpadra léphessenek. A mai nap elsőként léphet a színpadra Adorjáni Sára, a Ciszterci Szent István Gimnázium diákja, a döntőre Kányádi Sándor versével készült.
Belép a férfi az előszobába. Az ajtót kulcsra zárja. Kettőt se lép. Kop, kop, kop. Mintha kopogást hallanék. Megfordul, kitekint. Senki sincs odakint. Halucinálok. Becsukja a kémlelő rácsot, csóválja a fejét. Kop, kop, kop. Akárcsak az elébb. Megfordul, kitekint, senki sincs odakint. Kilép. Ki lehet? Csak nem a szellemek. A lépcsőház üres. Kong. Kísérteties. Senki és semmi más, csak macska nyávogás. Belép, az ajtót kulcsra zárja, és vetközni kezd dudorászva. Akkor gyere, mikor mondom, csizmát sarkan, ne kopogjon. Kop, kop. Mi ez? Ki az? Kinéz, és kezdődik újra az egész. A lépcsőház üres. Kong. Kísérteties. Senki és semmi más, csak a nyávogás elhaló visszhangja. Sic! 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 Fehér akár a fal. Csak nincs valami baj. Az eszem. A szívem. Úgy megszáradt bennem a szű, mint mezőben ősszel a fű. Legyint. Tovább vetkőzik. És megint. Kop, kop, kop. Dermedten áll. Nyakában még a sál is félig még rajta a nagy kabát. Kop, kop, kop. Mint aki elszánja magát, lesz, ami lesz, az ajtónak ugrik. De csak ki lesz. Szíve torkában. Lélegzett folytva a kilincset lenyomja, és mellét a sötétnek vetve, úgy áll be az ajtókeretbe, mint mártírok a filmen. Odakint senki sincsen. A lépcsőház üres. Kong. Kísérteties. Pattogó induló parancsszavak. Szöges drót. Barak. Áll, mint a feszület olyan formán, két keze a két ajtó félfán. Aztán, mint a fogoly, magasba tartott kézzel. Majd átkulcsolja a tarkóját és letérdel. A lépcsőház üres. Kong. Kísérteties. Senki és semmi más, csak újabb macskanyávogás. Betámolyog. Az ajtót kulcsra zárja. Remeg akár a nyárfa. Kop. Kop, kop. Nézi a karikára fűzött kulcscsomót. Ingleng a zárban.
Nézi halálra váltan. Nézi megalázottan. Kipróbálja. És koppan. Kopp. 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 Köszönjük szépen, tisztelt Giulia, a szó. Kedves Sára, csodálatosan kezdted el a mai versünnepet, megküzdöttél itt a szimultán elemekkel is, amik itt hangban remélem nem zavartak nagyon. A lelket megevő félelemről szól ez a gyönyörű vers, amivel Gányádi Sándor nagyon sokat foglalkozott más verseiben is, és mi, akik élvezhettük egyszer a verstábor, jó voltábor szintén az ő vendégszeretetét Hargita fürdőn. Örömmel emlékezünk arra a történelem órára is, és magyar órára is, amit ott tartott nekünk verstáborosoknak. Ő most szerintem nagyon örül valahol, hogy a fiatalok szeretik őt, és szívesen mondják a verseit. Szép drámai eszközökkel éltél, a lassítás volt benne a legszebb, amit a vers vége felé alkalmaztál. Azt hiszem, hogy mindannyiunknak átadtad ezt a furcsa, rossz érzést, ami most sajnos megint itt ül az emberi lelkekben, szívekben. Ez a fajta már-már paranoiássá növő félelemérzet. Én csak gratulálni tudok neked, nagyon-nagyon szép kezdet volt. Köszönöm szépen. Én is gratulálni szeretnék, és visszatekinteni egyben, hiszen 2014-ben ültem először a zsűriben, és akkor itt volt a döntő, Varga Sándor mellett egyéb iránt, aki sajnos már nem lehet köztünk, és akkor arról beszéltünk a szünetben, hogy a hasonló verseket kéne elővenni a fiataloknak, és ugyanúgy szeretném megköszönni neked, nem csak azért, hogy Kányádira gondoltál, hanem azért is, ahogy mondtad, akinek mondtad, hiszen mindannyian értettük. Köszönöm szépen. Köszönöm. Sára, itt olvasom, azt írod magadról, hogy olyan szakmát szeretnél majd választani, ahol minél több ember lelkéből elő tudod csalni a dalt, az ő saját művészetét. És amikor mi hallgattunk itt téged, látva azt, hogy mennyire átlényegültél a vers mondása közben, ezt át tudtad nekünk is adni. Tehát gyönyörűen felépítetted a verset, onnantól kezdve egy teljesen természetes, hétköznapi hangulatból elindultál, és tehát megborzongató pontig jutottál el. És hogy ezt te magad vállalva kiraktad ide elénk, ez egy hatalmas művészet. Úgyhogy köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Ki volt a mentorod? Tóth Ildikó színművésznő. Milyen volt a közös munka? Nagyon szuper, zseniális. Meg tudnád-e fogalmazni azt, hogy mi az a pillanat vagy gondolat, amit ajándékul viszel magaddal a versünnepről? Sokkal mélyebb értést kaptam így a mentorval való találkozásaim során. Így szétszincáltuk darabjai a verset, és tényleg minden sornak kellett adni valami mondani valót. És szerintem ez, hogy mindenben ilyen mélyen, ilyen lényegre törően belemenni, ez fontos az élet más területeiben is. Egyetértek veled, és köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Következő versenyzőnk Bódizs Boróka Ajsa, a Vasvári Pál gimnázium diákja következik. Sötét és semmi voltak. Én valék. A kietlen, csendes, lény nem lakta éj. És a világot szültem gyermekül. Minden ható sugárral a világ fölkelt ölemből. Megrázkódtatá a semmiségnek pusztaságait. S ezer fejekkel a nagy szörnyeteg, a mind előállt.
hold és csillagok, a menny csodái lőnek bujdosók, kimérhetetlen léghatárokon. Megszűnt a régi, alvó nyugalom. A test megindult, tett az új erő, s tettekkel és mozgással gazdagon megnépesült a puszta tér s idő. Föld és a tenger küzdve osztozának az eltolt légnek ősi birtokán. Megszünteté a tenger habjait, s melyet haraggal ostromolt imént, most felmosolyga méhiből az ég. S mint egy menyasszony, szépen és vidáman, virágruhába öltözött a föld. A por mozogni kezdett, és az állat. S királyi fejjel a lelkes porond az ember lőn, és folytatá faját. A jámbort, csalfát, gyilkost, és dicsőt. Sötét és semmi vannak. Én vagyok, a fény elől bujdokló gyászos éj. A féreg a pillanat buboréka elvész, idő sincs mérve lételének. Madát a szárny körmök az állatot nem váltanak meg. Kérges, büszke fát letesznek századoknak súlyai. Az ember feljő, lelke fényfolyam. A nagy mindenség benne tükrözik. Megmondhatatlan kéjjel föltekint, merőn megbámul földet és eget. De ifjúsága gyorsan elmúlik. Erőtlen, aggott egy-két nyár után, s már nincs, mint nem volt, mint a légyfia. Kiírthatatlan vágyjal, amíg él, túr és tűnődik, tudni tenni tör, halandó kézzel halhatatlanul vél munkálkodni, s mikor kidőlt is. Még hiúság műve van porán, még kőhegyek ragyognak sírjain. Ezer jelekkel tarkán és fényesen az ész az erőnek rakván oszlopot. De hol lesz a kő, jel s az oszlopok? Ha nem lesz föld, s a tenger eltűnik. Fáradtan ösvényikből a napok, egymásba hullva összeomlanak. A mind enyész, és végső romjain a szép világ borongva hambad el. És hol kezdve volt, ott vége lesz, sötét és semmi lesznek. Én leszek a kietlen, csendes, lény nem lakta, éj. Köszönjük, várjuk a zsűri értékelését, Nono. Nagyon-nagyon örülök, hogy elmondtad ismét nekünk ezt a verset, hiszen akik itt vannak, nem biztos, hogy látták a közvetítésben, hogy honnan, hova fejlődtél. Mert az elődöntőben is nagyon-nagyon szépen mondtad ezt a verset, de ilyenkor érzi azt az ember, hogy mentor segítségével tényleg alaposan szétcincálva egy verset, hova tud tovább fejlődni, vagyis egy idézetet jelen esetben.
Nagyon-nagyon élveztem azt, ahogy játszottál a szöveggel, a dallamokkal, ahogy láttattad velünk azt, amiről beszéltél, és közben te is láttad, mert érzékeltem, hogy te mindezt látod magad előtt. Úgyhogy engem belevittél egy ilyen varázslatos csodába, és külön szeretném megdicsérni azt, hogy én úgy érzékelem, hogy ebben van tudatosság, hogy az elmondani valódhoz öltöztél fel. Úgyhogy köszönöm szépen, így teljességben volt egy produkció és előadás. Kedves Alsa, egy előadás, egy versmondás előadása azzal kezdődik a néző számára is, amikor meglátja a versmondót, amikor bejön ide. Most sokszor van ezzel problémánk, de most én abszolút megnyugodva láttam ezt, hogy tudja, hogy most itt most közönség elé kell lépni. És azt is bevallom, hogy mint ahogy az elmúlt alkalommal itt beszélgettünk zsűri társaimmal arról, hogy vajon lehet-e azokat a csodálatos pillanatokat újra élni, mint az elődöntőben, és azokat a felemelő, sokszor megrázó pillanatokat átélni. Az első versmondás után még nem mertem ezt mondani, de most már merem mondani, hogy egészen biztos vagyok abban, hogy a döntőben is ilyen pillanatokat fogunk átélni. Nagyon szépen köszönöm, és köszönjük a fölkészítőjének is. Megérkeztél, mondom én, és egy kis visszatekintés. 1879. december 1-jét írtunk, amikor a Nemzeti Színház Paulai Ede rendezésében bemutatta a Csongor és Tündét, és azon az előadáson az én monológiát egy Fáj Szerena nevezetű színi növendék mondta, és így ír róla a Pesti Napló: az éj királynőjét felhőkön ülve Fáj Szerena ábrázolta, szavalatának megadta a komoly szépséget. Nos, hát ezt a komoly szépséget visszaköszönt nekünk, és gratulálok, nagyon gratulálok. Köszönjük. Én úgy éreztem mindig is, egész eddig életemben, hogy sose fogom megérteni ezt a monológiát, annyira nehéz, és olyan titokzatos, és olyan csodálatos gondolatokat tartalmaz a teremtésről, és az emberi természet kis stílusségéről, és kevésségéről, és semmiségéről. De te most közelebb vittél a megértéshez, azt hiszem, úgyhogy már ezért megérte a székesfehérvári versünnep. Nagyon gyönyörű eszközökkel éltél, nagyon sokat fejlődött ez a monológ az előző vers ünnep alkalmával hallottuk ezt tőled, és ezt nagyon köszönöm, hogy újból elkezdted ezt a munkát vele. Látszott, hogy ez már nem felszínes munka volt, hanem nagyon mély és nagyon fontos dolgokat hoztatok szóba a felkészülés folyamán. Csak gratulálni tudok. Azért is, mert ehhez tényleg nagy tudás kell és tehetség ehhez a monológhoz. A legnagyobbak küzdöttek vele, nem mindig ilyen nagy sikerrel, mint te. Úgyhogy leborulok előtted. Köszönöm. Ki volt az, aki segítette a felkészülésedet? Tóth Ildikó művésznő. Köszönjük szépen. Szerintem egy tapsot megérdemel az Ildikó és a munkájából. Mitől volt számodra emlékezetes az idei versünnep? Hát nekem ez volt az első versünnep ebben a körben, ezelőtt csak az iskolában léptem föl, úgyhogy mint első versünnep mindenképp nagyon emlékezetes lesz, de azért is, mert én ezt a monológot azelőtt, hogy az Ildikó művésznő mentorálni kezdett, teljesen egyedül tanultam, és hát messze nem értettem meg olyan szinten, mint most, és amikor elkezdtem mondani, hogy mit lássak magam előtt, mi az, amit szívesen vár a közönség, mi az, ami a mélye ennek a monológnak, akkor rájöttem, hogy már ezért megérte ide jönni, ha most fel se léphetnék. A felkészülési folyamat olyan csodálatos volt, hogy ezt csak köszönni tudom mindenkinek. Köszönjük szépen, mi is, hogy itt voltál. Érkezik is a következő versmondónk, a Ciszterci Szent István Gimnáziumból Szabó Ábelt köszönhetjük itt a versünnep színpadán, aki Babits Mihály versével készül.
Babits Mihály, esti kérdés. Midőn az est? E lágyan takaró, fekete, sima bársonytakaró, melyet terít egy óriási dajka, a féltett földet lassan eltakarja, s oly óvatosan, hogy minden fűszál lágy leple alatt egyenesen áll, és nem kap a virágok szirma ráncot, s a hímes lepke kényes dupla szárnyán nem veszti a szivárványos zománcot. És úgy pihennek el lepelnek árnyán, e könnyű, síma, bársonyos lepelnek, hogy nem is érzik a lepelt tehernek. Olyankor bárhol járj a nagyvilágban, vagy otthon ülhetsz barna búszszobádban, vagy kávéházban bámészan vigyázd, hogy gyújtják sorban a napfényű gázt. Vagy fáradtan, domboldalán ebeddel, nézzed a lombon át a lusta holdat, vagy országúton, melyet porlepettel, álmos kocsisod bóbiskolva hajthat. Vagy a hajónak ingó padlatán szédülj, vagy a vonatnak pomlagán, vagy idegen várost bolygván keresztül, állj meg a sarkokon csodálni restül, a távol utcák hosszú vonalát, az utcalángok kettős vonalát, vagy épp a vízi városban, a Ríván, hol lángot apróz matt opál tükör. Merengj a messze múltba vissza Ríván, melynek emléke édesen gyötör, elmúlt korodba, mely, miként a bűvös lámpának képe, van is már, de nincs is, melynek emléke sose lehet hűvös, melynek emléke teher is, de kincs is. Ott emlékektől terhes fejedet, a márványföldnek elcsüggesztheted. Csupa szépség közt, és gyönyörben járván, mégis csak arra fogsz gondolni gyáván. Ez a sok szépség, mind mire való? Mégis csak arra fogsz gondolni árván, minek a sejmes víz, a tarka márvány? Minek az est, e szárnyas takaró? Miért a dombok, és miért a lombok? S a tenger, melyben nem vett magvető? Minek az árok, minek az apályok? S a felhők, e bús danajdalányok? S a nap, ez égő szizifuszi kő? Miért az emlékek, miért a múltak, miért a lámpák, és miért a holdak? Miért a végét nem lelő idő? Vagy vett példának a piciny fűszálat. Miért nő a fű, hogyha majd leszárad? Miért szárad le, hogyha újra nő? Köszönjük szépen, kérem a zsűrit értékelje a versmondást. Ábel, hatalmas öröm volt újra találkozni veled. Az jutott eszembe, amikor az elődöntő értékelésekor megkértük, hogy fogd hátra a hajad, és azzal, hogy most itt állsz így előttünk, de nem csak amiatt, mert a hajad hátra, egyszerűen kinyíltál előttünk. Tehát ennek a versnek olyan színeit mutattad meg, ami még csak ilyen tényleg kis apró kis zsengeként volt ott az elődöntőn, hatalmas utat jártál be. Nagyon-nagyon jó volt hallgatni. Köszönjük szépen. Én nagy érdeklődéssel vártam, hogy megjelenik az egyetlen mondat, Babicsi varázslata. Megjelent. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én leginkább, hogy a nézőkedvéért mondom csak el, hogy szinte elmondhatatlan ez a vers, hiszen nincsen benne pont. Tehát csak tagmondatok vannak benne, vesszők vannak benne, kettős pontok és kérdőjelek. Tehát pont nincsen benne. Ez egyetlen hatalmas kérdés, ahogy Lajos is mondta, tehát ez technikailag, gyakorlatilag szinte kivihetetlen. Azért is választják mindig a színművészeknek feladatul, mert talán ez a legnehezebb magyar vers, amit el kell tudni mondani majdnem egy levegővel. Nos,
itt inkább a tagmondatok jöttek ki, de én annak is nagyon örülök, mert fel kell tudni tenni ezeket a filozófiai kérdéseket, ugye az egész arról szól, hogy miért élünk, de olyan nehéz technikával írta ezt meg a költő, hogy tényleg, tehát aki ennek nekiáll, ennek a versnek, az valami nagyon becsületesen fel kell tudni fogni, és technikailag kivitelezni, hogy ez kijöjjön egybe, ez a kérdés. Ezzel még van egy pici feladat, mert néhány helyen hallottam a pontot, de ezt hidd el, hogy a szakmabelieknek is a legnehezebb egyike a verseknek, hogy ezt hogy kell tudni elmondani, és becsülettel megbirkoztál vele. Még egyszer meghallgatnám majd ezt a verset, amikor már ez a két kicsi pont is eltűnik belőle, és akkor egészen kivételes eredmény lesz. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Ki volt a mentorod? Juhász Illés. Hogy érzed, sikerült megvalósítani ma azt, amit kitűztetek célul? Igen, szerintem sikerült megvalósítani. És mi volt a legfőbb gondolat, ami segítség volt neked ebben a versben? Mit mondott az Illés, hogy mire figyelj nagyon? Azt mondta, hogy arra figyeljek, hogy úgy mondjam el ezt, hogy ne úgy mondjam el ezt, mint egy verset, csak úgy, mint egy gyűrűgyet arra, hogy beszélhessek valami fontosról. És ez szerintem sikerült. Egyetértek, köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Érkezik hozzánk Major Benedek, a Ciszterci Szent István Gimnázium tanulója. Radnóti Miklós versét hozta el nekünk. Radnóti Miklós, nem tudhatom. Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent. Nekem szülőhazám itt, e lángoktól ölelt kis ország. Messzeringó gyermekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága, s remélem testem is majd e földbe süpped el. Itthon vagyok, s ha néha lábam elé térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom. Tudom, merre mennek, kik mennek az úton, s tudom, mit jelenthet egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó vöröslő fájdalom. Ki gépen száll fölébe, annak térképet áll, s nem tudja, hol lakott itt Vörös Marti Mihály. Annak mit rejt a térkép? Gyárat, s vad laktanyát, míg nékem? Szöcskét, ökröt, tornyot, szelíd tanyát. Az gyárat lát a látsőn, és szántóföldeket, míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg. Erdőt, füttyös gyümölcsöst, szőlőt, sírokat, és a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat. S mi föntről pusztítandó vasút, vagy gyárüzem, az bakterház. A bakter előtte áll, s üzen. Piros zászló kezében, körötte sok gyerek, a gyárak udvarán komondor hempereg, és ott a park, a régi szerelmek lábnyoma, a csókok íze számban hol méz, hol áfonya. Iskolába menvén, a járda peremén, hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én. Ím, itt e kő, de föntről e kő sem látható. Nincs műszer, mellyel mindez jól megmutatható. Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép. Tudjuk, miben vétkeztünk, mikor, hol és miképp. De élnek itt dolgozók, költők is, bűntelen és csetszopók, kikben megnő az értelem. Világít bennük, őrzik sötét pincékbe bújva, míg jelt nem ír hazánkra újból a béke újja. Folytott szavunkra majdan friss szóval ők felelnek.
nagy szárnyadat boríts ránk, virrasztó éji felleg. Köszönjük, várjuk az értékelést. Kedves Benedek, mikor egy olyan verse készül az ember, már meghallgatni egy olyan verset, amit a jó Isten tudja csak, hogy hányszor hallott már versmondó versenyeken, versmondóktól, nagy művészektől, akkor mindig kíváncsi arra, hogy egy fiatal ember hogy tudja megszólaltatni ezt a verset, illetve hogy tudja elmondani azt, ami benne van. Ebben az előadásban olyan gyönyörűséges pillanata volt a hazaszeretetnek, ami egy fiatal embertől rendkívül jó leső érzés, és olyan hangsúlyok voltak ebben a vallomásban, hogy én nagyon élveztem. Örülök, hogy ezt a verset választottad, ami azt hiszem, hogy a múltkor is elmondtam, hogy egy kicsit lazábban, talán a kezeden látszott megint a túlzott izgalom. Szeretettel gratulálok, szép pillanatok voltak. Köszönöm szépen. Én is már előre irigylem a diákokat, akiknek majd magyar tanára leszel, mert látom, tanári pályára készülsz. Ha ilyen lelkesedéssel fogod megtölteni az osztálytermet, egész biztos, hogy szeretni fogják az irodalmat. Nagyon átütő volt benne a szeretet érzése, ezt kapott meg szerintem mindnyájunkat, amiből sosem elég, és ami kéne, hogy mozgassa az emberiséget, és sajnos nem ez történik, de te ezt kiválóan, ragyogóan átadtad. Egy picit talán jobban széjjel szedted elemeire a verset, mint ahogy azt kellene, de egész biztos, hogy ez majd a rutinnal megjön, és fejlődni fogsz ebben is. Egyelőre örülök, hogy ilyet tapasztaltunk meg ebben a században, ebben a korban egy igazán fiatal embertől, aki tanári pályára készül. Köszönöm szépen. Tehát egy újabb nagy jövővers. Rövidesen születésnapod lesz, akkor gratulálunk, hiszen június 10-én lesz a születésnapod, és gratulálok Ferenczi Noéminek is, és természetesen a mentorodnak is, hiszen egy egészen más Radnóti verset ismerhettünk meg, és ahogy Babori Zoli is mondta, nyilván elhangzik ez kismilliószor, de a tiéd egy kicsit más volt, és ez így jó. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tanárnő, valami üzenet a jövőbeni kollégának? Hát nagyon nagy örömmel hallgattalak, élveztem a színeket, a versben tudtál váltogatni, szinte soron belül is. És hát amit én itt kiemelnék, hogy azt írod magadról, hogy azért jelentkeztél, mert hogy csak most érzed magad késznek a szereplésre. Ez egy nagyon nagy alázatra val részemről. Tehát tudni azt, hogy felelősségünk van, amikor kiállunk közönség elé most, és majd a gyerekek elé, és hogy te csak akkor lépsz ki, amikor úgy érzed, hogy erre megértél. Ezt vidd tovább. Köszönöm szépen. Ki volt a mentorod? Kozári Ferenc volt a mentorom, és nagyon élveztem vele a közös munkát. Ő is egy igazi tanár szemlélettel, oktató mentor, legalábbis ez volt a korábbi években a tapasztalat. Igen, egyértelműen. Hát eleve az első foglalkozás nagyon hosszú volt, de megérte, mert végigmentünk konkrétan soronként a versen, így egyesével elmondta, hogy mit gondolt ide Radnóti, és hogy én hogy szeretném átadni, azt is megkérdezte, és így nagyon úgy érzem, hogy hatékonyan végigvettük az egészet, és ezt igyekeztem átadni, hogy minden résznek megvan a maga jelentősége. Köszönjük szépen! A Láncos Kornél Gimnázium diákját köszönhetjük a versünnep színpadán. Takács Hanna Petőfi Sándor versével készült. Petőfi Sándor, falu végén kúrt a kocsma. Falu végén kúrt a kocsma, oda rúg ki a szamosra. Meg is látná magát benne, ha az éj nem közelegne. Az éjszaka közeledik, a világ lecsendesedik. Pihen a komp, kikötötték, benne hallgat a sötétség. De a kocsma bezzeg hangos,
munkálódik a cimbalmos. A legények kúrjongatnak, szinte rengbelé az ablak. Kocsmárosné, aranyvirág, ide a legjobb bigborát! Vél legyen, mint a nagyapám, és tüzes, mint ifjú babám. Húzd rá, cigány, húzzad jobban! Táncolni való kedvem van. Eltáncolom a pénzemet, kitáncolom a lelkemet. Bekopognak az ablakon. Ne zúgjatok olyan nagyon. Azt üzeni az uraság, mert lefeküdt, alunni vágy. Ördög bújjék az uradba, te pedig menj a pokolba. Húzd rá, cigány, csak azért is, ha mindjárt az ingemért is. Megint jönnek, kopogtatnak. Csendesebben vígadjanak. Isten áldja meg kenteket. Szegény édesanyám beteg. Feleletet egyik sem ad. Kihörpentik boraikat. Végét vetik a zenének, s hazamennek a legények. Köszönjük szépen, kérem a zsűrit értékelje a versmondást. 3. Igen. Már az elődöntőben is nagyon élveztem ezeket a nagyobb energiaíveket, amiket nekünk varázsoltál, és olyan verset választottál, most is olyat hoztál, ami igazán passzol a személyiségedhez. Tehát ahogy így megjelensz előttünk, csupa színben, mosollyal az arcodon, energiával. Úgyhogy ez egy nagyon szerencsés vers választás volt. Tudtál játszani a hangoddal, az ívekkel, és nagyon szépen megcsináltad ezt a verset. Szépen felépítettétek. Köszönjük szépen. Én köszönöm. És külön öröm, hogy Petőfit választottál, mert mostanában valahogy... Igen, de amúgy egyébként évek óta nem nagyon van Petőfi vers a versenyeken. Valamiért egy kicsit talán Avitnak gondolták már a fiatalok, de én nagyon örülök egyrészt, mert most különös figyelem fog ráhárulni, hiszen megint évforduló lesz, és Petőfi év, és ez öröm. És tényleg külön dicséretet érdemel ez a versválasztás, mert figyelemmel voltál arra is, hogy ez egy nagyon jól előadható vers, hogy sok színe lehet, és szépen bántál egyébként a szünetekkel, szépen kitaláltad a figurákat is, és színes volt az előadás módod, és nem lehet benne kivetni valót találni. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Ki volt a mentorod? Juhász Illés. Milyen volt a közös munka? Én nagyon szerettem, nagyon kedves volt. Hát nagyon sok mindenben megegyezett a vers választásban is, nagyon jól el tudtuk könnyen dönteni, hogy mit szeretnénk, és hasonló volt a verssel kapcsolatban a meglátásaink. És ezért nagyon-nagyon könnyű volt együtt dolgozni. Akkor nagy viták nem voltak a felkészülésben. Semmilyen vita nem volt. Szuper. Nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm. Köszönjük szépen. Következő versenyzőnk Kis Viktória, a Láncos Kornél gimnáziumból érkezett hozzánk. Fernando Pessoa. Pacal portói módra. Egyszer, téren és időn kívül, egy étteremben. Hideg pacal tálaltak elém, szerelem helyett. Szóltam finoman a konyha küldöttjének, hogy melegen szeretem, és hogy a pacalt méghozzá portói módra sohasem eszik hidegen. Türelmetlenek voltak hozzám. Hát sehol se lehet igazunk, még az étteremben sem. Nem ettem meg. Nem kértem másikat. Rendeztem a számlát. És elkezdtem az utcát róni fel s alá. Ki tudja, mit jelent ez? Velem történt, de én sem tudom. Azt tudom,
hogy mindenkinek a gyerekkorában van egy kert. A magunké, a közé vagy a szomszédoké. Jól tudom én, hogy csak a játék volt ott az igazi úr, és hogy a szomorúság a máé. Nagyon is jól tudom én. De hogyha szerelmet kértem, miért hoztak nekem pacalt, portói módra? Hidegen. Nem olyan étel az, ami hidegen ehető. Nekem mégis hidegen hozták. Nem panaszkodtam. Pedig hideg volt. Senki sem tudja megenni hidegen. De ez hideg volt. Köszönjük szépen, várjuk a zsűri értékelését. Nagyon szépen adtad elő, bár én egy picit drámaibbnak érzékeltem a versmondást, mint ami ebben a versben benne van, de ez persze nem hiba, mert hiszen a te sajátod, hogy foglalkozol egy verssel. Csak tanulságképpen említem meg, hogy érdemes, hogyha nem magyar költőről van szó, akkor érdemes megemlíteni azért a műfordítót is. Úgy tudom, hogy ezt talán Somlyó György fordíthatta. Tehát érdemes ilyenkor bemondani, hogy ki a... Mert annyira jó fordításaink léteznek, és a legnagyobb költőink mind foglalkoztak műfordítással is. Csak hogy máskor, hogyha esetleg ilyen verset választasz, akkor érdemes tényleg megemlíteni. Egyébként nagyon szép, és neked is hatalmas drámai erőd van, nyilván ezért vitted e felé a verset, mert egyébként szerintem ebben van egy kis humor is, tehát hogy igazából úgy is meg lehetett volna fogalmazni, de örülök, mert ez a saját utad volt, a saját választásod volt a drámai kimenetel felé, és ez is egy járható út. Szép eszközeid vannak a kifejezés módban. Azt hiszem, hogy mindent kihoztál amúgy ebből a versből, ami benne van. Anna rengeteg dolgot elmondott abból, amit én is éreztem, úgyhogy csak csatlakoznék hozzá. Nekem kimondottan tetszett, hogy te ezt drámaiban fogalmaztad meg. Néha a legapróbb dolgok tudnak minket más állapotba hozni. Egy icipicit az elején nem értettem azt, hogy miért mentél el, aztán mégis valahol megértettem. Nem is biztos, hogy egyet gondolunk róla, de ettől megint csak más volt, mint a többi előadásmód. Nekem nagyon-nagyon tetszett, én teljesen egyet tudtam érezni veled, és szintén már egyszer ezt elmondtam ma, de hogy láttattál velem valami olyat, és átéreztem, ami a tied volt. Köszönöm szépen. Alaposan feladtad nekünk a leckét. De hát Pessoa azt írta, hogy Istenben sincsen egység, hát bennem hogy legyen. Somlyó György fedezte fel nekünk valóban, és én azt gondolom, hogy ez a verse is bizonyítja, hogy ő egy egészen különleges stílust képvisel, de ezt megadtad nekünk, úgyhogy köszönöm szépen. Ki volt, aki segítette a felkészülésedet? Ki volt a mentorod? Kozári Ferenc. Milyen volt vele a közös munka? Hát az elején kicsit féltem, de igazából nagyon megkedve. Ijesztő, Feri? Nem. Csak a színészektől, mert sokkal tapasztaltabbak, és sokkal több dologhoz értenek persze, mint én. És féltem, hogy nem fogunk jól kijönni, de végül nem így lett, és nagyon örültem neki, hogy nem így lett. Mi volt a legemlékezetesebb pillanat az idei versünnepben számodra? Hú, talán a versválasztás, de tényleg, mert igazából nem ezt a verset terveztem hozni, hanem ezt közösen választottuk. De nem bántad meg? Nem. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm. Farkas Eszter lesz a következő fellépünk itt a versünnep színpadán. A Ciszterci Szent István gimnáziumból érkezett hozzánk, és Radnóti Miklós versével készült. Radnóti Miklós. Második ekloga. Repülő. Jó messzi jártunk éjjel. Dühömben már nevettem. Mérajként zümmögött a sok vadász felettem. A védelem erős volt.
Hogy lődöztek, barátom? Még végül újrajunk feltűnt a láthatáron. Kis híja volt, s leszednek, s lán összesöprögetnek. De visszajöttem, nézd, és holnap újra retteg, s pincébe bú előlem a gyáva Európa. Na, hagyjuk már, elég. Írtál-e tegnap óta? Költő. Írtam. Mit is tehetnék? A költő ír. A macska miákol, s az ebb vonít, s a kis halacska ikrát ürít kacéran. Mindent megírok én, akár neked. Hogy fönn is tud, hogy élek én, mikor a robbanó és beomló házsorok között a véreres holdfénye támolyog, és feltüremlenek mind rémülten a terek. A lélegzet megáll, az ég is émelyek, s a gépek egyre jönnek, eltűnnek, s újra, mint a hörgő őrület, lecsapnak újra mind. Írok. Mit is tehetnék? És egy vers milyen veszélyes. Ha tudnád, egy sor is még kényes és szeszélyes, mert bátorság ez is. Lásd, a költő ír, a macska miákol, s az ebb vonít, s a kis halacska, s a többi. És te mit tudsz? Semmit. Csak hallgatod a gépet, zúg fület, hogy most nem hallhatod. Ne is tagadd, barátod. És összenőtt veled. Miről gondolkodol még száz fejünk felett? Repülő. Neves ki, félek ott fönn. S a kedvesemre vágyom. S lehúnyva két szemem heverni lenne egy ágyon, vagy csak dúdolni róla. Fogam közt szűrve halkan, a kantin mélyi vad és gőzös zűrzavarban. Ha fönn vagyok, lejönnék, s len újra szállni vágyom. Nincs nékem már helyem, a nékem gyurt világon. S a gépet is tudom, jól túlzottam, megszerettem, igaz. De együttemre fájunk fönn mind a ketten. De is tudod. S megírod. És nem lesz majd titok, emberként éltem én is ki, most csak pusztítok ég s föld között hazátlan. De jaj, ki érti meg? Írsz rólam? Költő. Hogyha élek, s ha lesz még majd kinek. Kíváncsian várjuk a zsűri értékelését. Kedves Eszter, amikor én a bevezetőben azt mondtam, hogy fantasztikus pillanatokat élhettünk át az első fordulóban, a selejtező alkalmával, akkor jó részt azokra a pillanatokra gondoltam, amit okozott nekünk annak idején az első versmondásával. És az is igaz, amit már ma elmondtam, hogy hát sokat gondoltam arra, hogy vajon lesznek-e még olyan pillanatok, olyan szinte felülmúlhatatlanul szép pillanatok, mint akkor voltak. Hát vannak, hála Istennek. És az, amit sokszor emlegetünk, hogy egy vers többször születik. Először a költőben, aztán a hallgatóban, vagy az olvasóban, aztán a hallgatóban, itt egy versünnepen. És hát ebben a születésben, ami mi bennünk történik, ebben nagyon könnyű dolgunk volt, mert annyira belsőségesen is, valóban úgy, ahogy egy versmondóban megszületik egy vers, úgy hangzottak, és úgy tudtuk magunkba fogadni, én is, és hát ilyenkor csak azt mondja az ember magában, ha már megszületett egy vers,
bennem, akkor azt mondom, hogy Isten éltesse sokáig. Köszönöm szépen. Angyal szállt el felettünk, ezt úgy mondják a szakmánkban, azt a pillanatot, amikor megtörténik a csoda, vagy érezzük valami magasabb erő jelenlétét, Isten csendjét. Én magamban így hívom. Hát furcsa, hogy ez talán 41-ben született ez a vers, és így 81 év elteltével. A repülők megint itt vannak. Ez Radnóti csodája, az meg a tiéd, hogy ez most megint szólt, és így szólt. Ez számomra maga volt a csoda, a versmondás csodája. Én láttalak már táncolni is, abban is épp oly tehetséges vagy, úgyhogy várom, hogy még mi mindent tudsz. Csodálatos, csodálatos versmondás volt. Köszönöm szépen. Én csak egyetlen egy gondolatot szeretnék hozzáfűzni. Profi előadásmódot hallottunk, és nagyon szépen köszönöm, hogy a részese lehettem. Köszönöm szépen. Nagyon nehéz megszólalni, és valóban ezért a csendér, amit kaptunk tőled, természetesen fontos megkérdezni, hogy ki volt a mentor, de engem azt hiszem, hogy most ennél sokkal jobban érdekel az, hogy érezted magad körül az angyalokat? Nekem Váradi Eszter Sára volt a mentorom, és ő készített fel nagyon készségesen, és tényleg bármiben számítottam rá, és én szeretném azt gondolni, hogy igen, éreztem az angyalokat. Én biztos vagyok benne, és nagyon köszönjük. Köszönöm szépen. Köszönöm. Következő versenyzőnk Török Laura, a Vasvári Pál gimnáziumból érkezett hozzánk. Simon Márton, és még egy délelőtt. A többiről alig kell, vagy csak nem tudok. És a java úgy is megmarad, de arról a téli fényektől derengő délelőtről. Érdemes talán. Megemlékezni egy folyosóról, ami egyébként lényegtelen volt. Felírni, mint egy telefonszámot. Pontosan. Megfogalmazni, mint egy használati utasítást. Csomagmegőrző szekrény vagy terhességi teszt. Ahogy abban a jellegtelen szombat délelőttben az udvar felé menet, a hosszú kékes-szürke fényben, kialvatlanul és másnaposan, végighúztam a kezem a csempés falon, és hideg volt, és erről te jutottál eszembe. Nem tudom pontosan miért. Ez nem az eleje volt, és nem a vége. Nem volt tehát logikus. De a hideg lábad jutott eszembe róla, amiket a hasamhoz szoktál nyomni alvás előtt. Pedig akkoriban már külön aludtunk. Azon gondolkodtam, hogy valószínű neked valami egész más jár most a fejedben. Ülsz, eszel, talán még föl se keltél, vagy bárhogy is. De nem gondolsz rám. Nem lenne rossz tudni, gondoltam. És eléggé remegett a gyomrom, hogy később, ha majd valaki más mellett alszol egyedül, én meg szabad leszek, mint egy pontatlanul felírt telefonszám, vagy tárgyát vesztett használati utasítás. Szóval jó lett volna tudni, hogy néha szenvedni fogsz. És mindenről én. Tél volt. És azt akartam, hogy mindenről, ami hideg, én jussak eszedbe. Szédültem. Hiányoztál. És mire kiértem az udvarra, arra gondoltam, hogy ez az egész. Én, a fák, ez a kert, ez a szombat, minden. Ez valószínűleg nincs. Nem is volt soha. Nem lesz. Hogy engem csak te képzelsz. Erre gondoltam. És jó volt.
Köszönjük. Hát ez a szombat is jó volt itt együtt. Várjuk a zsűri értékelését. Slusszpoén ma délelőtre. Nagyon szép hang, jó beszédtechnika, szép jó hangképzés, jó megjelenés, kiváló választás, versválasztás, és nagyon-nagyon örülök, hogy Simon Márton fiatal kortárs költőnek a versét hallottuk egy fiatal hölgytől, versmondótól. Tiszta szívből gratulálok. Köszönöm. Én is arra vártam, hogy lesz-e még kortárs költő. Ugye Farkas Eszter Markó Bélát hozta nekünk az ajakkerekítést az elődöntőben, most viszont megérkezett Simon Márton, aki egy fantasztikus költő, nagyon is jól tudjuk. Ő azt írja magáról, hogy az én életem hangsúlyosan arra épül, hogy vannak mondatok, amiket egyszer valamikor leírtam, és ezek követni fognak, amíg élek. Én azt gondolom, hogy az a fajta gondolatsor, az a fajta mélység, amit ő képvisel a kortárs költészetben, általad most bemutattatott és elfogadtatott. Köszönöm szépen. Laura, én azért vagyok nagyon hálás neked ezért a vers választásért, mert amikor mi az irodalom órákon verseket tanítunk a gyerekeknek, nagyon nehéz megtalálni azokat a pontokat, ahol ők rezonálnak a versre. Tehát ami a tanmenetben van, azok a versek sokszor tőlük még távol esnek. És igen, be kell hozni a kortárs költészetet, és igen, meg kell mutatni nekik, hogy ez is költészet, sőt, az ő szempontjukból először ez a költészet, és amikor megvannak ezek a rezgések, akkor megyünk át a nagy versekre. És akkor meg lehet őket nyerni az irodalomnak, a verseknek, a költészetnek, úgyhogy nagyon szívesen meghívnálak az irodalom óráimra, mert ezzel te biztosan megnyernéd a tanítványaimat. Köszönöm. Drága tanárnő, boldogan hallgattam a szavait. Ki volt, aki a versválasztást segítette? Varga Gabriellával együtt választottunk. A mentoroddal akkor, igen. Ezek szerint, hiszen akkor ő volt a mentorod. Igen. Milyen volt a közös munka? Nagyon szabad volt, és nagyon boldog, hiszen Gabival nagyon hamar egymásra találtunk, nagyon könnyen tudtunk együtt dolgozni, és nem is volt kérdés, hogy ez a munka, ha csak nekem is, de legalábbis eredményes lesz. Mi volt, ami emlékezetes pillanat volt számodra, ez a közös munka, vagy adott mást is a versünnep? Adott mást is a versünnep, ugyanis olyan versmondókkal kerültem most egy csoportba, akikkel még nem nagyon találkoztam, úgyhogy pár új embert megismertem, és hát egy-két régi ismerőssel is összetalálkoztam. Úgyhogy nekem ez nagy öröm volt. Jó közösség lett? Nagyon, igen. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm. Kedves hölgyeim és uraim, mondhatom, hogy ez volt az angyalokkal teli 12. fehérvári versünnep döntője. Én azt hiszem, hogy nem irigyelhetjük a zsűrit, hiszen nincsenek könnyű helyzetben. Mi a véleményed? Jaj. Neked? Én még mindig hatása alatt vagyok azoknak a pillanatoknak, amiket ajándékul kaptunk, és nagyon nehéz ilyenkor átmenni műsorvezetőbe, mert annyira szerettem volna még önző módon azokat a pillanatokat újra és újra megélni. És bár viccelődni szoktunk vele, de mindig azt mondom, hogy számomra a tavasz akkor kezdődik, amikor a fehérvári versünnep megrendezésre kerül. Én végtelenül hálás vagyok, hogy itt lehetek. Én azt hiszem, hogy olyan pillanatokat kaptunk ma is, amiből tudunk erőt meríteni, és hihetetlen, hogy milyen tehetséges fiatalokkal találkozhattunk ma is. Nincs más hátra, mint hogy a zsűrit elengedjük, hogy meg tudják hozni a döntést, és kiderüljön, hogy a 12. fehérvári versünnepet kinyeri meg majd az idei esztendőben, illetve kikapja a külön díjakat. Nagyon sok szót ejtettünk már a diákok és a mentoroknak a közös munkájáról. A szünetben megnézhetik, hiszen készítettünk ezekről a pillanatokról egy filmet Csapó Ramona és Eltakás Krisztina kolléganőim közreműködésével. Tehát a szünetben ezt láthatják a kedves vendégeink. Valamelyest mindig is vonzott valami az előadó művészetben, és szeretem értelmezni a verseket, hogy mi van mögöttük, és azt szerint elmondani.
emiatt én inkább csak javaslatokat teszek, ajánlatokat, hogy mire figyeljen, mik azok a bóják, amik veszélyt jeleznek, vagy amit ki kell kerülni, de hogy az ember ugye maximálisan tiszteletben tartsa azt a személyiséget, aki végül is ki fog állni a színpadra. Két vers van, a Kányádi Sándor Pantomim című vers, nekem az első számú választottam, és a második Apót vers, az Király Lászlótól a Halljátok-e a dalt. Ezzel a két versen indultam az elődöntőn is, de most megcseréltem, és a Kányádi lett a főves. Talán a Sárának a szívéhez közelebb áll, ahogy nekem mesélte, és ez szerintem nagyon-nagyon fontos versmondásnál amúgy is, hogy az ember olyan verset választjon és mondjon, amiről nagyon-nagyon akar beszélni. Na, azt nagyon-nagyon el szeretné mondani. Tehát a közlésnek a vágya az rettenetesen fontos, és hogyha ez a vágy egyébként nagyon erős, és az ember erre tud fókuszálni, akkor lehet, hogy közben a lábremegés is eltűnik. Mert akkor az a cél, hogy elmondjak, nagyon el akarok valamit mondani. Mind a két vers másmiért tetszik, mert másmiről szól, és a Király László egyrészt tetszik, mert van benne egyfajta nem csak az énekrészek miatt, hanem dallam is, mert hogy valamennyire a dallamról és a nyelvről is szól, a Kányádi pedig szerintem egy kicsit színpadiasabb vers, és talán azért is vonz. Színjátszás az én életemben mindig is egy ilyen alapvető dolog volt. Konkrétan amióta iskolába jártam, azóta felraktak a színpadra, mert látták, hogy ezt szeretem, és azóta megtanultam, hogy a színpad az emberi természetnek olyan szinten lételeme, hát színház az egész világnál a okosabbak mondták, hogy az előadó művészetre szükség van ahhoz, hogy a lélek épüljön és fejlődjön, és felismerjük magunknak az árnyaltabb oldalait, ami nem feltétlenül tudunk, hogy megvan bennünk, és annyi mindent tud adni egy akár közösségi, akár monológszerű magánfellépés, hogy én ilyenekről elképzelni se tudnám az életem, akár milyen formában is, de minden ilyen lehetőségben azt látom, hogy én ettől több ember leszek. Vörösmarty Mihály Csongor és Tünhéből az Éj monológiát választottam. Ez a monológ, ez nekem egy örök szerelem, ezt megpillantottam. Nyéki születésű vagyok egyébként, úgyhogy Vörösmarty aurájában nőttem felmondhatni, de aztán amikor láttam is, meg olvastam is a Csongor és Tündét, akkor ez a részlet, erre külön felfigyeltem, hogy ez valami nagyon különleges dolog, és hát ahogy elkezdtem ismerkedni ezzel a monológgal, nyilván egy hosszabb folyamat volt a megértése, de még így tudatalattiban, amikor nem is tudtam pontosan, hogy ez mit jelent, ezen mire gondolt a költő, ugye a szokásos irodalmi kérdés, rájöttem, hogy ez a monológ, ez engem megszólított. A személyesség nagyon fontos, főleg, hogyha az ember még az életútjának az elején tart, mert nagyon fontos, hogy közöd legyen ahhoz, amit mondasz. Még úgy is, hogyha nem élted meg, nem élted át, de a fantáziád, a képzelőerőd, az intuícióid segítségével mégis vágysz rá, vagy akarod, vagy hallottál már róla. Nagyon jó emlékeket várok, mert ezek mindig azok, ahogy együtt vagyok olyan barátaimmal, akikkel nem minden nap találkozok, meg a mentorprogram, hogy egy színésszel készülök fel. Hát szerintem ez egy nagyon olyan emlékek, amikre mindig emlékezni fog az ember. Nagyon sokat lehet szerintem tanulni, megfejlődni egy ilyen mentorprogram keretein belül. És én most is ezt érzem. Nagyon, nagyon jó a felkészülés, és nagyon szeretek járni próbákra. Őt egy nagyon intelligens, érett személyiségnek ismertem meg, úgyhogy így akadályokról nem nagyon tudok hála Istennek beszélni, mert elég határozott elképzelése volt mind az anyag kiválasztásában,
és egy rutinos delikvenssel van dolgom, tehát szerintem ő nagyon sokszor tette már ki magát ilyen erőpróbának. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon, nagyon szépen odaadóan dolgozik. Rettenetesen instrukcióérzékeny, úgyhogy igazán élvezetes most ez a munka. Igyekszem először inkább a tartalmi részt felépíteni, és akkor utána meg a picit a technikai résszel is foglalkozni. Azt gondolom, hogy minél alaposabban fölkészül az ember, minél tudatosabban felépíti magába azt, hogy mit szeretne majd ott csinálni, annál nagyobb biztonságérzete van, és akkor én abban bízom, hogy a hibázásra nincs nagyon lehetőség. Tehát, hogyha egy olyan nyugalom van mindenkin, aki felkészült jól, akkor úgysem lehet nagy baj. De ezt én nagyon drukkolok mindenkinek, hogy tényleg a legjobb formájukat tudják majd nyújtani. És ehhez igen, talán ezt tudom tanácsolni, hogy próbálják magukat nem behergelni, és nem a verseny szellemére trenírozni, hanem arra, hogy a saját feladatukra koncentráljanak, és egész egyszerűen, mint egy bármilyen alkalomnál csak kiálljanak, és minél jobban el tudják azt mondani, amire felkészültek. A második eklógát választottam Radnóti Miklóstól, és főként az aktualitása miatt, sajnos, ugye ez most nagyon aktuális. Verseket használom arra, hogy önmagamat kifejezzem. Szóval, ha rossz kedvem van, vagy ha jó kedvem van, akkor mindig igazából egy költeményhez nyúlok, és igyekszem így levezetni az érzéseimet. Intelligens, érzelemdús, figyelő emberek olvasottak, és veszik az instrukciókat. Szóval tudják, már van olyan kontrolljuk, hogy kezelik azokat a kéréseimet, amiket mondok. Nem túl nehezek, de azért megbirkóznak vele könnyen. Bevasalom a verset, utána megpróbálom előadni és úgy hangsúlyozni, ahogy megfelelő legyen, de nagyon-nagyon-nagyon picit izgulok, hogy milyen lesz a döntő, mert addig nagyon kevés idő van már csak. Nem tudom, hogy ezt nagyképűek kijelenteni, de nem izgulok, mert ha izgulnék, tudom, hogy nagyon-nagyon elrontanám, és biztos, hogy belebakiznék, szóval próbálom így magamat inkább lenyugtatni, és így félváról venni az egészet, ha szabad ezt így mondani. Merjen szünetet tartani, merjen levegőt venni, merjen nézni, merjen hova nézni, merjen gondolkozni, és csak annak a végén kimondani csak a szöveget. Úgy érzem, hogy a versek egyfajta véleményt közölnek a világgal, és én nagyon szeretek véleményt közölni a világgal, és hogyha még inkább verseken keresztül tehetem ezt meg, az még jobb, és magam is alkotok verseket, ez pedig a másik tényező, amiért szeretem őket előadni. Színjátszós vagyok az iskolánkban, és ott nagyon sok feszültséglevezető taktikát tanultunk, és ezeket szoktam használni, és ez emiatt van az, hogy már mire eljutok odáig, hogy szavaljak, már nem szoktam izgulni. Először is az értelmezés, a hangsúlyok, a szünetek, az egész testnek a munkája, aztán elkezdjük szűkíteni ezt az arcra, szemre, és aztán amikor már automatikusan megy a szöveg, akkor mit vetít a kedves versmondó, miközben látja a kis videóját, ilyen szöveget, és korrekt szöveget ejtve ki. Nagyon fontos a szövegtudás. Azt úgy kell mondani, mint a mi atyánkot, vagy a himnuszt, vagy a nem tudom is. Tehát a szövegen magán nem szabad gondolkozni. Hogyha ezt az ember szája, minden motorikus, tehát az, ha elsírom közben magam, az is motorikus, mert előhív valamit, és az izmai elkezdenek dolgozni, és könnycseppet termelnek.
Tehát ha valaki nagyon mélyen a szöveget betette a szájába, akkor nem lehet eltéveszteni. Radnóti Miklóstól a Nem tudhatomot választottam, és azért döntöttem emellett a vers mellett, mert nagyon szépnek tartom, és nagyon aktuálisnak is, és nagyon szerettem volna egy Magyarországról, egy hazaszeretetről szóló verset mondani, és ez egy kézenfekvő választásnak tűnt. Életemben először vagyok versünnepen, ezért arra se számítottam, hogy bejutok a döntőbe, de így nyilván a győzelemre hajtok. Nagyon jó volt vele dolgozni, nagyon sokat fejlődött, és szerintem fogékony az instrukciókra nagyon, úgyhogy jó volt vele dolgozni, klassz nyitott srác. Babics Mihály Esti kérdés című versével. Ez a vers úgy nagyon sokat jelent számomra, és szerintem nagyon fontos filozófiai mondani valója van. Ez csak egy lehetőség arra, hogy valamit magukból megmutassanak, és hogy azt üzenem nekik, hogy minél jobban élvezzék azt, amit csinálnak, és bárhogy is állnak vele, azt teljes mellszélességgel vállalják, és élvezzék, ahogy csinálják. Ez elég hirtelen felindulásból volt, mert apukámmal hallgattuk a rádiót, és mondtuk, hogy hú, versünnep, majd elindulhatnál rajta. És aztán egyszer csak mondta a felkészítő tanárom, hogy lesz ez a versünnep, de hát idén már ne jelentkezzek, mert nagyon hamar van a határidő. Én megmondtam neki, hát igazából miért ne, van vers, amit el tudok mondani. És hát így jelentkeztem rá végül, nagyon spontán volt az egész. Rettenetesen nyitott volt, és nagyon jól vette is az instrukciókat. Ugye az volt a probléma, hogy az a vers azt nem akarta, amit előzőleg volt, de nem baj, de nagyon élvezi, úgy látom, ő is élvezi nagyon, ahogy mondja a verset, és ez a lényeg, ezt tartom a legfontosabbnak. Petőfi Sándortól a Falu szélén kurtakocsmával. Én azért azt választottam, mert ez egy nagyon jól előadható vers, és én színészkedésben nagyon jó vagyok, és abba több hang is megszólal, amit szerintem nagyon jól elő tudok adni. Ne verset akarjunk mondani, hanem a gondolatainkat akarjuk, azokat a gondolatokat, amiket a költő szeretne elmondani, vagy amit érzünk belőle, vagy megértünk belőle, és amit a magunkénak érzünk, hogy ezeket a gondolatokat mi el tudjuk mondani. Nagyon pici koromtól kezdve foglalkozok sokat versmondással. Anyukám szerint már akkor is ezt csináltam, mikor még beszélni sem tudtam. Aztán valahogy így beleragadtam, nagyon szeretek ezzel foglalkozni. Olyan sok mindent tud adni az embernek egy vers. Teljesen mindegy, hogy az mennyire jó, mennyire ismert költő írta. Bizonyos pillanatokban a legkevésbé ismert költők, legrosszabb versei is nagyon jól tudnak jönni. Simon Márton és még egy délelőtt című verse. Ez egy ilyen szakítás utáni állapotot mesél el ez a vers. Én pedig nem olyan régen szakítottam az első barátommal, akivel egy viszonylag komoly kapcsolatunk volt. Szóval most próbálok így a szakítás utáni állapotban kényelmesen meglenni, és szépen viselkedni ebben. Ez a vers pedig sokat segít benne. Vágjunk bele egy olyanba, ami neki tényleg fontos, úgyhogy én erre áment mondtam. Remélem, hogy nem tettem ezzel rosszat, hogy amiért most számára fontos ez a vers. Úgyhogy szerintem a személyesség az egy nagyon fontos dolog. Nyilván tolmácsolni a költő gondolatait is, de az, hogy
tehát valaki miért kötődik egy vershez, ez szinte az elsődleges szempont. Aztán nyilván vannak nyelvtani szempontok, van érthetőség, de ebből a szempontból szerencsém van Laurával, mert egy nagyon szépen, tisztán, értelmesen beszélő lányról van szó. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, köszöntsük nagy tapssal a mai versenyzőket. Adorjáni Sára. Boris Boróka Ajsa. Szabó Ábel. Major Benedek. Takács Hanna. Kis Viktória. Farkas Eszter. És Török Laura. Felkérem Kubik Anna, elnök asszonyt, hogy mondja el tapasztalatait a mai napról, és értékelje a 12. fehérvári versünnep döntőjét. Mélyen tisztelt püspök úr, polgármester úr, a médiacentrum, közönség, zsűritársaim, és hát mindenek előtt kedves versenyzők. Múlt alkalommal, az elődöntő alkalmával egy kicsit szomorúan mentem hazafele, mert úgy éreztem, hogy van bennem hiányérzet. Ez most megváltozott és kerekké vált a mai délelőtt. Sokat dolgoztatok, ez mindannyiótokon nagyon-nagyon mérhető volt és látható volt, hogy a Fehérvári Színház jóvoltából kaptatok mentorokat, és ez a munka, ez beérett mára, és gyümölcsöket termett. Az újrakezdés, ez az év. És ennek minden kínját, de örömét is átéljük. Ebben a kezdésben, ebben én hangsúlyoznám az örömöt, mert többnyire csak a veszteségekről beszélünk, az elmúlt két év veszteségeiről, de ez az újrakezdés, ez nem biztos, hogy rossz. Mindig vannak új és inspiráló gondolatok, és új és inspiráló generációk jönnek. Mélyen elkeseredtem, emlékszem arra a pillanatra, amikor két éve, két hónapja minket hazaküldtek a színházból, és egy főpróba után előadás már nem volt, és hazafele jövet. Arra gondoltam, hogy talán mi leszünk az utolsók, akik kellünk majd ebben a pandémiában, a művészek, hogy lesz-e ránk szükség. És nem telt el, egy 10 kilométert jöttem Debrecenből hazafele, és már megjött az első telefon, hogy mondjak verset videón, hogy küldjek ilyen videót, olyan videót, mesét, prózát. És egyszerűen megmelegedett a szívem, hogy kell a szellemi táplálék az embereknek. Ettől vagyunk emberek és többek. És most ugyanezt érzem, hogy veszítettünk valamit, elveszítettük a folytonosságát a versünnepnek, és most itt áll előttünk egy olyan generáció, amelyiknek nem volt szinte közösségi élménye, hogy úgy tanultatok két évig, hogy nem is egymással sem találkoztatok, és még a tanáraitokkal sem találkoztatok legtöbbször, és hogy ebből mi lesz. És ugyanezt a boldogságot élem most át, hogy azért ez a két év nem múlt el nyomtalanul, és a lelkekben, a szívekben megmaradtak érzések, és kifejlődtek érzések, márpedig a versmondás közösségi élmény, akkor is, ha egyedül állunk ki, és egyedül mondunk verset, de a közönségnek mondjuk, és ezáltal közösségi élményé válik a versmondás, és hogy fontos, hogy egymást ajándékozzuk, ahogy Püspök atya is megemlítette. Ez ennél szebbet nem tudok mondani, mint hogy adunk a közönségnek, és ezt ti is biztosan átérzitek már, hogy nincs szebb szolgálat annál, hogy egymást megajándékozzuk, mert a világ a felszínesség felé megy. Ebben pedig nagyon sok munka van, hogy ti verset választotok, hogy átélitek ezeket az érzelmeket, amiket át is tudtok adni a közönségnek.
Ez mindannyiunkat gazdaggá tesz. Lelkileg gazdaggá tesz, szellemileg szabaddá tesz. Ennek a műfajnak ez a szépsége. Vannak sokkal felszínesebb műfajok, amikben könnyebb eredményeket elérni, és ti mégis ezt választottátok. Úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rátok, és én személy szerint boldog vagyok, hogy Székesfehérvár ennyire figyel továbbra is, és újraélesztette a versünnepet, ennyire figyel a fiatalságra, a tehetségekre. Én is ebben a teremben kezdtem, de nekem nem volt módom arra, hogy a tehetséggondozásban akkor így részt vegyek, mert hogy akkor nem létezett a tehetséggondozási program, és mindent saját erőből kellett kikutatnom magamból, a világból, ezeket a kincseket előbányászni, ami nektek most itt terítve van, és éljetek vele, és büszkén és boldogan éljetek vele. És a hála pedig abban kell, hogy megmutatkozzon majd a részetekről, hogy mindezzel élni tudtok, amit itt kaptok a várostól. Nagyon jók voltak a versválasztások, 10 éve mondjuk, hogy válasszatok kortárs költőket, és most ez is megérett, már ez a gondolat is megérett. Nagyon figyeltetek a tartalomra, nagyon figyeltetek a mentorok segítségével, a gondolatok közlésére. Úgy gondolom, hogy csak a dicséreté lehet a szó ma délelőtt. Nincsen kritikám, újra kell kezdenünk a munkát nulláról megint, de nem baj. Én ennek örülök, és mindannyiótokkal fogunk tudni dolgozni a verstáborban. Ez is a város ajándéka. Itt ma nincsen vesztes. Itt ma mindenki nyert, együtt leszünk, és óriási 10 napot töltünk majd el a Varga Sándor székelyföldi verstáborban, ezt már most megígérhetem. Közönséget is majd újra be kell csalogatnunk a versenyekre, mert elszoktak ők is attól, hogy verseket hallani milyen jó élőben, hogy drukkolni milyen jó élőben egy versenyen. Hát igen, újra kezdjük, de nincs gond, előre. Nagyon érezhettétek azt hiszem a szeretetet a város és a zsűri részéről is, és a szervezők részéről is. Úgyhogy legyetek boldogok és mosolyogjatok, mert ez egy nagyon szép délelőtt volt. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Elsőként a külön díjakat adjuk a mai versünnep döntősei közül át. Legelőször is felkérem Spányi Antal megyéspüspök urat, hogy adja át a Székesfehérvári Egyházmegye külön díját. Legyen kedves fölfáradni a színpadra, püspök atya! És szólítom is azt, aki kapja, ő nem más, mint Bódis Boróka Ajsa. Felkérem Szauter Ákost, a Széphő ZRT vezérigazgatóját, hogy adja át a Széphő külön díját. És aki kapja, Adorján és Ára. Felkérem Hagymási Andrást, hogy adja át a Fehérvár Média Centrum külön díját. Aki pedig kapja, Török Laura. Felkérem Kubik Annát, a zsűri elnökét, és Cserpalkovics András polgármester urat, hogy adják át a díjat a fehérvári versünnep nyertesének. Aki nem más, mint Farkas Eszter.
Gratulálunk tehát Farkas Eszternek, aki 2022-ben megnyerte a 12. fehérvári versünnepet, és ahogy azt már Kubik Anna művésznő is említette, Székesfehérvár városának támogatásával az idei esztendőben mind a 8 döntős részvételt nyert a székelyföldi Varga Sándor verstáborba. Felkérném Varga Sándor lányát, Annát, valamint Szilágyi Zsoltot, a versünnep korábbi résztvevőjét, hogy adja át a 8 döntősnek a verstáborba szóló meghívó leveleket. Köszönjük szépen! Felkérem a Félvár Médiacentrum ügyvezetőjét, Hagymási András urat, hogy zárszóval búcsúzzunk el a 12. fehérvári versünneptől. Tisztelt vendégek, kedves versenyzők! Szervezőként a Fehérvár Médiacentrum képviseletében nincs más dolgom, mint elmondani, hogy mekkora öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy egy ilyen versenyt most már 12. alkalommal megrendezhetünk, hiszen ez a tehetségkutató sorozat sok más hasonló rendezvény mellett, amit Székesfehérvár város elindított, jól mutatja azt, hogy ez a város igenis törődik a fiatalokkal, a gyermekekkel, és jó itt fiatalnak lenni, jó középiskolásnak lenni, jó innen elmenni, tanulni, aztán visszatérni, és itt leélni az életet, hiszen ahol ilyen lehetőségeket kapunk fiatalkorunkban, abban a városban mindannyiunknak ott helye. Bebizonyítottátok mind a 8-an, illetve az elődöntős társaitokkal együtt mind a 13-an, hogy van tehetség ebben a városban, vannak tehetségek az iskolákban, és igenis mindannyiótoknak itt a helye, és legboldogabb akkor lennék, hogyha 8 első díjat tudtunk volna hirdetni, de így is gratulálok a győztesnek, gratulálok a külön díjasoknak és mindannyiótoknak. Annyi még az én feladatom, hogy a köszönetet mondjak azoknak, akik részt vettek a szervezésben, hiszen mi, a Fehérvár Médiacentrum munkatársai a háttérből dolgozunk és tesszük lehetővé, hogy ez a verseny évről évre létrejöjjön, de nem lenne ez lehetséges a Székesfehérvári Egyházmegye, Székesfehérvár önkormányzata, a Vörösmarty Színház, illetve a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház munkatársai, mint házigazdák nélkül. Engedjék meg, Jakubek Tiborné igazgatóasszonynak ezt külön is megköszönjem. Kérem, hogy igazgatóasszony fáradjon ide egy percre. Köszönjük szépen a ház valamennyi munkatársának a segítséget és a közreműködést. Köszönöm szépen. Köszönet illeti a versenyzőkön és a szervezőkön túl természetesen a zsűrit, akik nélkül egy ilyen verseny nem elképzelhető. Azt szeretném kérni, hogy elsőként a hölgyek, Kubik Anna, Závodszky Noémi és Nárai Szabó Lívia fáradjon ide a színpadra, hogy nekik is megköszönhessem a munkájukat.
Köszönöm. Az urak következnek, Bobori Zoltán és Vakler Lajos. És akik a versenyzőkön, illetve a zsűrin túl ünneppé teszik mindig ezeket a perceket, műsorvezetők, kollégám Látrányi Viktória, akitnek szintén szeretném egy virággal megköszönni a munkáját. És Keller János, aki nélkül nem versünnep a versünnep. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. És nincs más hátra, mint hogy egy kedves vendégeinknek, a nézőknek, illetve a képernyőkön keresztül a televízió nézőknek is megköszönjem a figyelmet. Remélem, hogy önök is hozzám hasonlóan élvezték ezt a néhány órát, amit együtt tölthettünk. Köszönjük szépen a figyelmüket, hogy itt voltak, és várjuk vissza önöket szeretettel a jövő évi versünnepen, ami már 13. fehérvári versünnep lesz. Köszönöm szépen, hogy itt voltak.